mindenféle külső erőszakos beavatkozás ebbe deformációkat eredményezhet. Sokat beszéltem az irodalom elméletről, az irodalom tudományról. Nagyon fontosnak tartok, félre ne értsen engem senki, az elméletnek és a tudománynak a szerepét, de úgy gondolom, nem arra való, hogy irányt szabjon, utat szabjon, utakat jelöljön meg a magyar irodalomnak, hogy osztályozzon, hogy kasztokat csináljon, hogy kitagadjon, hanem arra való, hogy segítse az irodalom működését. Az irodalom alkotói kiváló, képzett emberek. És pontosan tudják, hogy mi az, amit elkívánnak mondani a világról. Mindenféle külső, erőszakos beavatkozás ebbe deformációkat eredményezhet. Kívánom a magyar alkotóknak, hogy őrizzék meg a szabadságukat, a függetlenségüket és az integritásukat, mind tematikai, mind pedig az ízlés formájában. Hiszen a magyar népi irodalommal, a folklór integráló irodalommal nem azért foglalkoztam, mert az avantgárd, a posztmodern vagy más irodalmi ágazat ne érdekelt volna, vagy abban nem találtam volna szépségeket, hanem azért foglalkoztam elsősorban, mert kirekesztetnek találtam a magam létidejének irodalmi gondolkodásában.